I'm very glad to welcome you at the 4th International Creative Cities Sustainable Region Conference. I'm very glad that so many people came from so many different countries and also from Hungary, from different cities. Ha megengedik, magyarul folytatom, és aztán majd később visszaváltunk angolra. Mindenkit kérek, akinek szüksége van arra, hogy vegyen fejhallgatók van szimultán. Tom, we have simultaneous translation, so if anyone needs an equipment, please take it from outside. We are going to have egy nagyon intenzív napunk lesz ma délután és holnap délelőtt, és nagyon gazdag a program, emiatt tartani fogjuk az időhatárokat. Én most megkérném Huber Lászlót, Kőszegváros polgármesterét, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Nem először, ugye? Ahogy polgármester úr mondja, Kőszeg városa is kraftosodik. Erről szeretnék egy pár szót hallani. László, parancsolj! Jó napot kívánok! Tisztelt helyettes államtitkár úr, rektor úr, tisztelt professzor úr, hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Igen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindnyájukat a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi kraft konferencián, ami számunkra a kőszegieknek rendkívül nagy megtiszteltetés és öröm is, hogy városunk ilyen kitüntető rangot, helyet vívott ki magának a kraft programban. Hölgyeim és uraim, csak mivel látom, vannak új arcok, egészen dióhéjban, Kőszegről, hogy hol vagyunk, a Jurisicsvárban vagyunk, ugye, amiről leginkább ismert, 1532-ben a török hadak Bécs felé óhajtottak továbbvonulni, de itt nem tudták a várat elfoglalni. Jurisics Miklós várkapitány neve talán ismerősen cseng, erről ismerszik meg leginkább Kőszeg városa. Tehát ez egy akkori nagy történelmi tett volt, azóta is büszkék vagyunk rá, sok minden fűződik fel erre, Jurisics Miklós várkapitány neve, ugye a Jurisics vár és még sok egyéb őrzi. Emellett azt is lehet mondani, hogy egy kulturális örökségben műemlékek rendkívül gazdag település vagyunk. Magyarországon egy főre vetítve a legtöbb műemlék található Kőszegen, ami nagy öröm, de nagy teher is számunkra. A kraft program jóvoltából sok ingatlan újulhat meg, műemléképület, ami évszázadokkal ezelőtt épült, illetve nagyon fontos funkciót töltött be, és most újra funkciót kapnak, illetve megújulhatnak. Ugye a 20. század történelmi viharai azért Kőszeget nagyon megtépázták, nem akarom sorolni, de csak elég, ha Trianonra utalok, és még sok minden, a vasfüggöny és a többi, de hál' Istennek a 21. század óriási új perspektívát, lehetőséget mutat Kőszegnek, és bízom benne, hogy ezzel tudunk is élni. Tulajdonképpen az együttműködésünk az Európa Házzal, vagy az ICES alapítványa, mondhatom, már legalább két évtizedes igazából, már talán negyed évszázados, amióta az Európa Házat, azt a gyönyörű épületet rendelkezésére bocsátottuk az ICES alapítványnak, és azóta viszont fejlődött, kibontakozott mindinkább ez az együttműködés. Ennek a, mondhatjuk azt, hogy a csúcspontja a kraft program, a kreatív város fenntartató vidék, ami úgy volt korábban, hogy Kőszeg város példáján, most viszont kicsit kiterjesztve, Nyugat-Pannon térségre vetítve, és ez nekünk nagy öröm és lehetőség. Mindenféleképpen nem csak azért, mert az a szellemi központiság, ami évszázadokig jellemző volt Kőszegen, mint iskolaváros. Már a 17. század végén itt gimnázium indult, aztán az Árpádházi Szent Margitról elnevezett domonkosrendi nővérek alapítottak itt nagyon
komoly oktatási rendszert. 150 évvel ezelőtt települtek ide, annak is idén van a jubileuma. Aztán abból kifejlődött a megye első felsőfokú intézete, illetve a volt Berzsenyi Dániel főiskolának is ez a kőszegi tanító, illetve tanárképző volt az alapja, az őse. 58-ban indult el Szombathelyen. Tehát van mire büszkék lennünk a múltat illetően, és abban reménykedem, abban bízom, hogy a jövőnk is legalább ilyen patinás, ilyen fényes lesz, és ehhez minden okunk megvan, hogyha megnézzük, hogy a Craft programban milyen fejlesztések, lehetőségek vannak a város számára. Ugye Magyarországon, illetve az Unió több országában az Európa Unió által nyújtott támogatások adnak nagy lehetőséget, főleg a volt szocialista országoknak ez a bizonyos csatlakozási nehézségük, a lemaradásunk, ami van. Ez Magyarországon a területfejlesztési operatív program néven kerül az önkormányzatokhoz ez a forrás, amit Kőszeg is megkapott. És amiért ezt említem, ez önmagában ez is jelentős, de közel se annyi, mint ami a nagy lemaradásunkból szükséges lenne. Saját bevételünk nagyon minimális. A Kőszeg sajnos az országos átlagban az egyfőre eső saját bevétel tekintve 50%-ot éri el, tehát ebből következik, hogy minden támogatásnak, minden forrásnak óriási jelentősége van városunkban. Tehát ez a bizonyos top forrás kiegészül a kormányunk határozata által. Ugye itt már 4 évvel ezelőtt, 14-ben született az első, aztán 16-ban a következő, és a többi. Tehát a városunk a topos projektek kiegészítésére, illetve még azon túl is, mert például intermodális pályaudvart is fogunk építeni a Craft program révén, tehát mintegy 2 milliárd forintos támogatást fog kapni. A top az nem egészen több, mint ennek a fele, és ez biztos meg fog látszani a városképén, az infrastruktúra fejlődésén, állapotán, hát láthatják, hogy ránk is fér. Nem tudunk dicsekedni jó utakkal és olyan szolgáltatásokkal, ami hát kielégíteni teljes mértékben a mai igényeket. Tehát ezzel azt szeretném csak mondani, hogy nagy bizakodással vagyunk a Craft program iránt, és szeretném megköszönni Miszlivesz professzor úrnak, aki ennek a megálmodója, szellemi atya, és Kőszeg városban megtalálta ennek a megvalósíthatósági terepét. Én nagyon bízom benne, hogy nem okozunk csalódást. Ez a bizonyos együttműködés, partnerség, azt gondolom, hogy, mint mondtam, ez a 20 éves együttműködés, ez tovább fog még nagyon sokáig folyni, és mindnyájunk hasznára, örömére, és itt a tudomány szolgálatában, illetve az egyetemi fejlesztés érdekében majd, ami meg fog valósulni. Ezt kívánok, nagyon sok sikert, illetve a mostani konferenciához is mindnyájuknak sok hasznos információt. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és érezzék jó magukat Kőszegen. Igen. Még egyszer szeretném kérni, hogy üljetek le ott a... Én nem vagyok egy igazi rendpárti ember, de azért talán ne keltsük az átmenetiség látszatát. Stabil, jól működő intézet, kiváló kollégái, kutatói, a város vezetői vannak jelen, több város vezetői, akiket nem sokára köszönteni fog, de van egy kis meglepetés. Valaki, aki a programban nem szerepelt, mert nemrég tudtuk meg, hogy részt tud venni ezen a konferencián, aki nem régen még Helsinkiben képviselte Magyarországunkat és Magyarországot, hazánkat, és most a miniszterelnökségen ő vette át azt a számunkra nagyon fontos funkciót, ami az intézet és a kőszegi projektnek az irányítása, vezetése, szemmel tartása. Úgyhogy soron kívül fogadják szeretettel Szalai Babrowniczky Vince helyettes államtitkár urat, akinek sajnos rengeteg dolga van, tehát nem fog tudni itt maradni a mai nap végéig, de megköszönöm, hogy elfogadta, hogy szóljon néhány szót. Vince. Ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, dass die Deutsche keine Konferenzsprache ist, aber es ist meine stärkste Sprache neben dem Ungarischen. Ich begrüße den ehemaligen oder jetzigen Bürgermeister von Wiener Neustadt ganz herzlich. Én itt voltam nagykövet 4 évig.
Bécsben, Ausztriában, és életem talán legcsodálatosabb élménye volt ez a 4 év, már a szakmai életem talán legcsodálatosabb élménye volt. Remélem, hogy ez mostan is az lesz, és tudunk tenni egy olyan városért, amiért tenni is kell. Én nagyon szépen köszönöm neked, főigazgató úr, hogy meghívtál erre a konferenciára, múlt héten részletesen beszéltünk, és igyekeztem mindent átszervezni, hogy itt lehessek ma. És hát, hogy este aztán, amikor a miniszter úrral találkozom, Gulyás Gergely miniszter úrral találkozom, akkor jelenthessek neki arról, hogy állunk, hogy áll a projekt. És este lesz egy értekezlet, miniszteri értekezlet, ahol átbeszéljük a következő időszak fontosabb fejlesztéseit. Köszönöm polgármester úrnak is, hogy eljött, és hogy én magam is itt lehetek ezen a konferencián. Köszönjük, ezt mondhatom a kormány nevében is, Kőszegvárosának, hogy a Kraft programot és az egész felsőfokú tanulmányok intézetét ilyen nagyszerű támogatásban részesíti, és pozitívan, jó indulattal viseltet a projekt iránt. Ugye a Kraft programot 2016-ban legalábbis ön értelemben sikerült indítani, hogy akkor született egy kormányhatározat, amely igen jelentős forrásokat rendelt hozzá ehhez a programhoz. Ez elindult, aztán folytatódott, és most szeretnénk, hogyha be is fejeződne majd valamikor, és szeretnénk ennek egy újabb lendületet adni. Ez fontos célunk. Én ugye a projektnek a szakmai felügyeletét végzem, mi nem építünk, nem csinálunk, és azt nézzük, hogy a projekt azt szerint valósuljon meg, ahogy azt a kormány eldöntötte, és ehhez erős jogosítványaink vannak, én úgy érzem. Most a héten is tartunk majd egy egyeztetőt nálam a miniszterelnökségen, ahol az MNV ZRT és egyéb más intézmények illetékesei is jelen lesznek, hogy megvitassuk, hogy mik azok a haladéktalan lépések, amiket meg kell tegyünk annak érdekében, hogy az akkori kormányhatározatnak meg tudjunk felelni. Aki eljön ide Kőszegre, és én már nagyon régen voltam itt Kőszegen, az rögtön látja, hogy egy ilyen projektnek mi a szíva és mi a lelke, ez maga a város, ami én azt gondolom, hogy a mi kis Magyarországunknak talán az egyik leggyönyörűbb kisvárosa, egy fantasztikus hely, ahol öröm tartózkodni. Én most el is döntöttem, hogy privát is le fogok jönni ide, és el fog tölteni pár napot, hogy magamba szívjam azt a szellemet, szellemiséget, amit Kőszeg áraszt magából. Ugye Kőszeg méretéből adódóan nem játszik annyira jelentős szerepet az országos politikában, de Szombathely tőszomszédságában, Soprontól nem messze, az osztrák-magyar határon egy fontos jelképe Közép-Európának és a közép-európaiságnak. Erről szól ez az egész projekt is valahol Közép-Európáról és a közép-európaiságról. És hát ahogy professzor úr, Miszövetsz professzor is elmondta, még az is egy érdekes szempont, hogy van a Pannonvárosok Szövetsége, ami 8 városból áll. Azt hiszem, hogy tavaly voltatok ti az elnökök, Kőszeg, és jövőre lesz Nagykanizsa, és tavaly volt Kőszeg, és ez is egy jelentős felhajtóerő a régió számára. Az épületek szépen alakulnak, a tudomány szempontjából pedig talán az a legfontosabb, hogy a praktikus és az elméleti tudomány találkozik itt Kőszegen. Ez, aki figyeli a tudománypolitikai értekezéseket, gondolatokat, vitákat Magyarországon, az tudja, hogy ez ennek milyen komoly jelentősége, és én magam is azt gondolom, annélkül, hogy másoknak a területén próbálnék meg orvvadászatot végrehajtani. Én magam is azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy a tudomány praktikumot hordozom magába, és fontos az, hogy a praktikumot tudományosan is alá tudjuk támasztani, egymással egészítik ki egymást ezek a fogalmak, olyan dolgokat kellene és lenne szükség tanítani
és kutatni, amelyek a mi kis életünket előrébb viszik. Még nagyon sok munka van itt, amit el kell végezni, el kell végeznünk közösen, mi állunk elébe, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok ehhez a sok munkához mindannyiunknak, professzor úrnak, Kőszegvárosának, és azoknak, akik most itt vannak, és támogatják jelenlétükkel ennek a konferenciának a sikerét, és Kőszegvárosnak a sikerét is. Magyarország kormánya támogatja ezt a város, csak úgy, mint az egész országban, ugye látható Modern Városok program, most indul a Magyar Falu program, óriási lehetőségek, és azt gondolom, hogy jelentős források is vannak, amik rendelkezésre állnak még a továbbiakban, úgyhogy itt mint Gyopáros Alpár kollégámnak a nevét szeretném említeni, aki a Magyar Falu és a Modern Városok programért felelős, aki egyébként szintén nyugat-magyarországi csorna, és pontosan tudja, hogy a régiónak mire van szüksége. Reméljük, hogy őt is be tudjuk vonni a munkába. Én még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon jó konferenciát kell, gratulálok neked, professzor úr, a megszervezéshez, és hajrá, szép napot! Köszönöm. Igen. Nagyon szépen köszönjük, és egy néhány kiegészítőt tennék. Egyrészt szeretném megkérdezni, hogy a kapcsolódás New Yorkkal rendben van. Néhány percet, nem sokat fog csúszni a kapcsolatfölvétel, ugyanis látunk, és kollégánk, akit ott látnak a képernyőn, Charles Vörösmarty professzor egy kis balesetet szenvedett, és nem engedte az orvos, hogy gépre üljön, viszont olyan elkötelezett híve Kőszegnek és a Kraft projektnek és az ezzel kapcsolatos kutatásoknak, hogy most velünk lesz a következő másfél-két órában, és nem sokára átadjuk neki a szót, de engedjenek meg a gondolatot még mielőtt tovább lépnénk. Az egyik az, hogy igen, ez az intézetről szól, egy csodálatos kisvárosban megálmodott intézetről, 20-valahány éve kezdtünk itt dolgozni. Nem mondom el a sztorit, akik itt vannak, nagyon sokat hallották. Akit érdekel, hogy elmondom borozgatás közben. 94-ben indult, és tulajdonképpen csak az elmúlt 3-4 évben fordult elő az, hogy bármikori magyar kormányzat ezt támogassa. Ez nem kritika, nem dicsekvés, ez így van. Kis alapítvány hozta el egy olyan szintre a város közreműködésével, a város által fölajánlott nagyon szép épületekkel, ahonnan már nem tudtunk tovább lépni kormányzati támogatás nélkül, szerencsére úgy adódott, hogy erre sor került, és így tudunk megmenteni egy olyan épület együttest, ami páratlan értékű. Nohdácsú betel tudunk ezekbe az épületekbe vinni olyan funkciókat, amiket korábban nem lehetett ott megtalálni, de amik a város életét, a magyar kulturális tudomány életét, és a közép-európai, remélem a közép-európai tudományosságot is segítik. És a harmadik dimenzió, amit említett, ugye, államtitkár úr, hogy itt van egy város szövetség, ami ritka Magyarországon. Mi azt szokták mondani, hogy a magyar társadalmat az együtt nem tartja össze. Erre én azt mondtam, hogy ez egy bomó, sok igazság van benne, egy kisvárost nem tud összetartani az együtt nem működés, és egy ilyen kis intézetet, mint a miénk, az sem. Tehát mi csak az együttműködésben tudunk gondolkodni, ez egy hálózatos korszak a miénk, a bizonytalanság kora, a hálózatok kora, az egy bizonytalansági relációt magában foglaló valami, és szerencsénkre egy olyan egyetem a fő partnerünk, akinek itt ül a vezetősége, rektor úr, kancellár úr, szeretettel köszöntünk benneteket. A Pannon Egyetem, amely önmagában már egy hálózatos egyetem, és nem véletlen, hogy a korábbi rektora, az egyetemnek Gál professzor úr, vállalta el annak a Kraft központnak a vezetését és koordinálását, amelyik ezt a konferenciát is létrehozta. Rengeteg egyéb kutatása, amit most megint nem tudunk itt felsorolni, könyvek sorozata, erről lesz szó, Gál professzor és a csapata ezt el fogják majd mondani. Ez miért mondom el, így bevezetőben? A Pannon Városok Szövetsége, a Pannon Egyetem, amelynek a kampuszai azonosak ezzel a Pannon Város Szövetségbeli városegyüttessel, tulajdonképpen egy olyan potenciált hordoz magában, ami a felsőoktatásban és a kutatásban és a vidék és a városfejlesztésben is egyedülálló, de ha ezt a hármat összekapcsoljuk, akkor itt valami egész
történik, mint ami korábban történt a magyarországi vidék és város fejlesztése. És ez nem az én érdemem. Azt, hogy ezt néhányan megláttuk, hogy ezt én észrevettem, az lehet, de az, hogy ez létrejött, az egy már egy ti munka eredménye, és ezért szeretném mindenkinek megköszönni, aki ebből a ti munkában részt vett, és ez már nem, tényleg nem most indult, ez vissza a 2010-es éveknek az elejére, hogy kibírta, de nem volt mindig támogatás, nem volt mindig könnyű. Most, mintha jobb szelek fújnának, legalább a mi kis nyugatpannon világunknak ez az érzése, és még azt is szeretném megköszönni, hogy ennyien eljöttek külföldről. I would like to thank you personally very much that you came from all of the important countries from Eastern Central Europe as well as from Southeast Europe and Southern Europe. We have visitors here from universities and cities from Spain, Portugal, Italy, Albania, Romania, Austria and Slovakia. And we have here representatives of minimum 6 or 7 cities plus universities.